melegítőnk, fehér felsős melegítőnk volt, és akkor ráírtam a melegítő hátára, hogy mindent neked köszönhetek. Nem is tudom még mit, és akkor azzal beterítettem a melegítőt. Győr, Ferencváros, Sturm Graz, ezek ugye nagyon jó csapatok. Van-e olyan történeted, ami egyrészt a mai fiataloknak tanulsággal szolgál, illetőleg a mi korosztályunkat kellemesen melegíti a kebrét. Ugye egyrészt jó derülünk rajta, másrészt meg megvan a maga tanulság is. Hát azt hiszem, hogy nem is tudom, meddig tudnánk itt ülni. Behavazna bennünket, minden annyit tudnék mesélni, de például a legutolsó, aminek a egyik legtöbbet köszönhetem, az a Kovács Béla, aki az MTK-ból az Újpestbe ment, és nem volt olyan ember, aki, mit tudom én, rámert volna bízni a temesvári. És akkor mondta, egész héten hangoskodott, hát ezt úgy tudom a Tóth Józsitól, hogy egész héten azon van, mester, ne törődjön, mert majd én elintézem a Szokolait. Jó. Mondta Kovács Béla. Aki amúgy egyébként egy csöndes fiú. Egy áldott jó. És akkor hát kimentünk a meccsre, és akkor jöttek a Sturm Graznak a megfigyelő. Előtte már voltak kétszer, megnézni, egy-egy gólt rúgtam át, jó, ez ilyen, jó, persze. Eltalálták a labdával a lábát. Igen, körülbelül ilyen. Ráadásul ez a Gernot Friedli volt a akkori edző, az a korábbi kapus, akit úgy gondolom, hogy az Alberték egy párszor megráncigáltak. Beültettek a hintába. És hát nem nagyon tetszett neki, hogy mit tudom, magyar játékost visznek oda. És eljöttek a meccsre megnézni, elkezdődött a meccs, ugye én mentem előre, a Béla összetalálkoztunk, és odajött a pályán, már akkor ment a meccs, és akkor így csinált, hogy kicsi, marra könnyű dolgom lesz ma, legyen téged kell, hogy fogjalak. Jó, mondom, meglátjuk, jó? Lényegtelen, a 45. percben a Springer felül kapura, a bal oldalra volt egy szabadrugás, és akkor a Szendrei volt a kapus, és akkor odahívta a Kovács Bélát, figyelj ide te, elmondom neked, csak a rövidre fog menni. Menjél vele, mert nem tudom, mit csinálok. Jó. Ugye, ez volt egy olyan dolog, oda ment a Zoli, amikor így a labdára rátette a kezét, az Ebedli Zoli, és abban a pillanatban, hogy elengedte, én megindultam, és akkor beadta. És közben, amíg ott ment a helyezkedés, mondom a Bélának, te mondom, Béla, figyelj egy kicsit, megmondom neked őszintén, a nyíl megy a rövidre. Nem én. Ahogy a Zoli letette a labdát, fölemelte a kezét, beadta, befejeztem 1-0. A rövidre. A Szendre így folytogatta. Megmondtam, te, megmondtam. Nézd meg az utolsó percben, megcsinálja veled. Utána még rúgtam 2-t, és akkor volt egy olyan jelent, hogy a Szabadi, a Taki, a Pogi meg én ilyen négyszögbe álltunk, és középen volt a meccs, és a Béla elkezdte hajtani. És akkor mondtam neki, Béla, marra könnyű dolgom van, mert most te vagy a cica. És 5-0 lett a vége. Mondd, Grazban miért nem tudtál még maradni 1-2 évet? Hát ez egy nagyon hosszú történet. Hát akkor volt egy koncepciós per ellenem. Jelesül? A következő volt, tehát fölkértek az OTS-ába, hogy legyek besugó. Uh-huh. És nem lettem. És letartóztattak csempészetért. Mit hoztál? Semmit. Azt hittem, hogy 1-2 komódor benne volt a táskában. Nem. Én tehát gyakorlatilag nagyon sok mindent behoztam, de olyan teljesen vámkezeltem mindent. Tehát gyakorlatilag hát annyi volt, hogy 90 napot ültem a Tolnaiba, ott kiengedtek, és akkor tehát elvették az útlevelemet. Én akkor már osztrák állampolgár lettem volna. És így mi vagy nem tudtam visszamenni, akkor amíg a tárgyalás tartott, nem adták vissza az útlevelemet, és 89 januárban kaptam vissza azt hiszem az útlevelemet, és akkortól lett az, hogy újból tudtam, de hát akkor már... Akkor öreg játékos lettél. Igen. Akkor... Ausztria, az neked mit jelentett a pályafutásod? Gyakorlatilag onnantól van az, hogy úgymond, amim van, itt ekkor is volt lakásunk, akkor is volt egy zsigulim, de most ahogy, mit tudom én, tehát van balatoni házam, van egy szép házam, van egy üzletem, van, tehát gyakorlatilag, tehát jó, tehát úgymond a normális átlag embernél sokkal, de azt mind ott kerestem.
Magyarul elégedett vagy? Hát igen. Igen.